tegnap érkezett egy nagyon érdekes felvetés, ami arról szólt, hogy beszélgessünk kicsit arról tényleg, hogy az ember honnan veszi az információkat. Ugye itt az egyik kommentelő mondta, hogy őt érdekelni, és ez egyébként szerintem is egy érdekes kérdés. Tehát, hogy amikor információt akarunk szerezni, akkor mi honnan szerezzük, annál is inkább, mert egyébként még tartunk erről órákat is ugye az egyetemen, hogy hallgatókat segítsük. És hát azt gondoltam, hogy miért is ne, akkor próbáljunk meg tényleg megindulni, és egy videóban viszonylag gyorsan és pörgősen gyakorlatilag belerakom azt, hogy mondjuk a tudományon belül mi honnan szerezik, vagy én honnan szerzem az információkat. Azzal egyébként, hogyha ti is tudtok bármilyen tippet, ötletet, akkor nyugodtan rakjátok hozzá. Tehát, és azt gondolom, hogy ez egyébként mindenkinek hasznos lehet, nem csak a tudományon belül, hanem kívül is. Kicsit rálátni arra, hogy mondjuk mi hogyan dolgozunk. Aha, szóval azt mondják a nagyokosok, hogy már az elején el kéne mondani, hogy lájkolják a videót és iratkozzanak fel a csatornámra. Hát nem tudom. Most tehát indítsuk mondjuk rögtön el az elején. Én viszonylag sok nyelvet beszélek, tehát mondjuk a, hát elvileg 5-öt, és akkor ebből az angol, német, franciát azt elég sokat használom. Tehát ebből eredően azért elég sokat olvasok idegen nyelven. Minden egyes államból megvan az, hogy milyen újságokat szeretek olvasni. Mondjuk németektől leginkább a Spiegel, Stern, mint én Frankfurter Allgemeine vonalon haladok, tehát leginkább ezeket szeretem. Amúgy szeretem ötvözni a konzervatív, vagy a mérsékelten konzervatív, meg az ilyen baloldali, vagy liberálisabb lapokat, tehát hogy nagyjából, hogy legyen az embernek egy ilyen átfogó perspektívája. És hát igen, minden államban megvan, ugye a németeknél ez, az angoloknál leginkább a, hát néha a Telegraph, néha a mondjuk a Guardian, az amerikaiaknál ez a Washington Post, New York Times, illetve mondjuk ott az ilyen mérsékelt konzervatívak közül a National Review-t szeretem. Na most, hogyha megnézzük, akkor az azért elég sok minden, tehát hogy tényleg az, hogy nagyon sok helyről szedjük össze az infót, ezért nekem van egy ilyen kis eszközöm, ez a NetVibes, az a neve, nagyon ajánlom, érdemes fölregisztrálni, nem kapok pénzt tőlük, de szerintem marha jó eszköz. És gyakorlatilag itt látjátok a képernyőn, hogy itt össze van szedve az, amiket szeretek olvasni. Tehát, hogy így tulajdonképpen meg tudod azt csinálni, hogy te magad összerakod az egyes hírforrásokat, és utána már automatikusan, hogyha van valami, akkor azokat el tudod olvasni. Tehát itt jobb oldalt mondjuk a németeket látjátok, azt hiszem ez a Frankfurter Allgemeine mérget nem merek rávenni, Spiegel, ugye ez a CNN, ugye a Kínából ez a Global Times, ami angolul van, Stern megint, Telegraph, ugye a National Review, ez tényleg ez a konzervatív, ez egy ilyen klasszikus konzervatív amerikai lap, de nem ez a trumpista konzervatív, attól valamennyi távolságot tart, illetve hát vegyes, mert van, aki a szerkesztőségből sokat szokta kritizálni Trumpot, mások pedig nem. Tehát változó. Akkor Business Insider, nem tudom, Vox, Stern, USA Today, stb. És ezeket gyakorlatilag magamnak összekalapáltam. Itt a South China Morning Post, ami mondjuk hongkongi, és akkor egy kicsit megnézheted ezt a hongkongi vonalat is. Ugye én mindig követni szoktam azt, hogy a világban a maffiával mi van, erről majd lehet, hogy lesz egy videó is, és akkor van egy-kettő erről is, tehát ez az About the Mafia feed, meg van egy másik, a Gangsters Inc. Mind a kettő érdemes tényleg, mert ott mindig mondják, hogy Olaszországban mi történik, Amerikában, stb. Ugye megyünk tovább a Welt, azt is szoktam Németországban viszonylag sokat olvasni, Guardian, Atlantic Amerikából, Frankfurter Allgemeine, van ez a Salon, ami egy ilyen kritikusabb lap Amerikából, ugye ez a Frankfurter Allgemeine megint, Oké, és akkor itt mondjuk a New Yorker, ami az Amerikából szoktam, a franciáktól a Le Monde-ot, és akkor beraktam ide olyanokat, amik érdekesek lehetnek, mit tudom én, a Radio Prague, ugye ez a Jerusalem Post, Szlovák Spectator, Hong Kong Free Press, stb. Tehát, hogy itt jön a Haaretz, meg van egy görög lap is valahol itt, ez az Ekaterini, Al Jazeera, Oké, Open Democracy, stb. És akkor a legvégére én ide bepakoltam a Social Europe-ot, ami egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen blogszerű, viszonylag fontos lap, ilyen szociális Európa kapcsán. Romániából is ugye egy ilyen általános lapot.
és akkor van egy amerikai jogász professzornak a blogja, ez az Above the Law, amit én nagyon-nagyon szeretek olvasni, illetve van a Mainly Macro, aki pedig egy oxfordi professzor, aki egyszer hivatkozott egy cikkemre, illetve hát tulajdonképpen az én cikkemről írt, amit én nagyon ilyen megtisztelőnek gondoltam. És akkor megnéztem a blogját, és ő egy ilyen gazdasági cuccokkal foglalkozik, de ez egy egész értelmes ember, ez a Mainly Macro és egy elég fontos blog. Jó? Tehát még egyszer, ez a Netpipes, nagyon ajánlom mindenkinek. Én most azt tervezem, hogy mitán elegem van abból, hogy a YouTube videókatnál is, egyébként ezt nektek is mondom, ha valaki nagyon érdekel, akár az én csatornám titeket, akkor érdemes beállítani az összes értesítést itt is, ugyanis nem fogjátok látni, mert a YouTube az gyakorlatilag úgy kezeli, hogy hiába vagy feliratkozva, nem fogja berakni az, hogy lásd, amit én nonsensnek gondolok. Ezért én azt tervezem most, hogy a Netvibes-on csinálok egy ilyen YouTube oldalt, mert egyébként több oldalt is be tudsz így állítgatni. Van egy másik, ez a kettes, jó részt ilyen amerikai cuccokkal. Tehát több oldalt is be tudsz ide rakni. És az a tervem, hogy akkor egy ilyen YouTube verziót csinálnék egy külön YouTube oldalt, és akkor a kedvenc YouTubereimet ide föl tudom pakolni, és meg tudom nézni, hogyha érkezik valami újabb tőlük, jó? Tehát ezt tényleg nagyon ajánlom. Ennek van mobiltelefonra nincsen, viszont van egy másik verziója, ez a Feedly, ami szintén egy nagyon érdekes cucc. Ez fut nekem a tabletemen, ami megint csak így összegyűjti, vagy be tud állítgatni, hogy milyen újságokat akarsz olvasni, honnan, és tulajdonképpen ez rárakja a tabletre. És ott is beállítgattam egy csomót, és hogyha egyszer bejelentkezek, meg van a regisztrációm, akkor az összes eszközömen be tudom állítani, tehát mobilon egyébként nagyon sokan a Feedlyt követik, jó? Na most, hogyha megyünk ugye egy picit mélyebbre, azt mondjuk, oké, ez az első, tehát fölmerül egy probléma, akkor elkezdenék én ilyen tudományosabb cikkeket nézni. Ugye ebben az esetben van nekünk egy halom adatbázisunk, ami az átlagember nem fél hozzá, egyetemeken hozzáférhető, nincs is értelme róluk beszélni. Jó, helyen online, JSTOR, mit tudom én, stb. Nincs értelme, nem tudjátok elérni. Viszont vannak olyan helyek, ahol amiket el tudtok érni. Például mondjuk, ha megnézik azt, hogy ilyen tudomány, és hogy ki hova rak föl dolgokat, például ilyen az SSRN, ami gyakorlatilag egy ilyen olyan felület, ssrn.com, ahová általában föl szokták rakni az ilyen, vagy néha kész cikkeket is, néha pedig nem kész cikkeket, akik írnak, és gyakorlatilag ezek olvashatóak lesznek. Tehát én ide pakolgatom fel a dolgaimat. Van, aki máshova, tehát van, aki ugye nekem is van itt egy ilyen kis felületem. Van, aki máshova, ugye nagyon jön fel ez a ResearchGate, ahová szintén fölraknak emberek cikkeket, és akkor el lehet kérni tőlük, és akkor így végül is ezek letölthetőek, jó? De egyébként vannak olyan felületek is, amik kimondottan arra vannak, hogy emberek ugye ezeket working papernek hívják angolul, amin dolgoznak, ilyen tudományos cuccokat el tudjanak érni. Példának okáért van egy ilyen, amit én nagyon szeretek, az Arena, ami egy ilyen, ugye a Norvég-Oszlói Egyetemen ilyen európai tanulmányok tulajdonképpen ilyen mindenféle írások, és ezek is working paperek, tehát arról szól, hogy valaki összerakja, lehet, hogy majd megjelenteti valahol, lehet, hogy nem, tehát lehet ez a végső verzió, és tulajdonképpen ide fölrakja, tehát Európáról lehet mindenféle írást olvasni minden oldalról, jó? Tehát alapvetően így működik a tudományos része. Na most ezen túlmenően vannak olyan adatbázisok, amik hát ilyen vagy tök illegális, vagy fél illegális használni, de ez körülbelül az a fajta illegalitás, mint mondjuk az MP3 letöltés, tehát a tudósok jó része végül is használja ezeket, és akkor persze néha a kiadók, ugye fölraknak könyveket, a kiadók ezt néha jóvá hagyják, néha pedig nem. Mondjuk ilyen például az egyik, ez a LibGen, ahol tulajdonképpen az összes könyv megtalálható, vagy rengeteg könyv, amit megjelentetnek, néha letiltották utána a kiadók, de egyébként rengeteg minden fönn van. Illetve hát van ennek egy másik verziója, ez a bok.org, ami
ami megint csak ugyanez, tehát gyakorlatilag, hogyha rákeres az ember egy-egy könyvre, akkor szinte bármilyen könyv elérhető. Amúgy én elég sok könyvet szoktam amúgy is rendelni, van egy cég, ez a Book Depository, ahonnan rendelni szoktam. Én azért rendelek tőlük, mert ingyenes a házhoz szállítás, tehát ez egy elég jó dolog. Az már más tészta, hogy néha van, akinek állítólag a postán eltűnnek a cuccai, nekem még nem tűnt el soha. Ezen kívül van egy csomó olyan ilyen think tank, aminek a munkáit mi szoktuk használni, és amiket érdemes használni. Amerikából is, illetve Európából is, most csak így találomra beraktam párat. Én meg szoktam nézni a Cato-nak az anyagait, ami egy ilyen libertárius, nagyon erősen szabadpiaci think tank. Ugye Amerikában ezeknek a jó része ez konzervatív, tehát jó részt a konzervatívok hoztak létre think tankeket azért, hogy legyen valamilyen ilyen intellektuális hátországok. Valószínűleg a Fidesz is ezt másolná le. Na most ellentétben a hazai ilyen újonnan létrehozott think tankekkel ezek viszonylag színvonalasak. Tehát azért az amerikai konzervatív think tankeknek olyan anyagai vannak, amiket letöltesz, és abban adat van, és abban nem csak vélemény van, és abban nem csak egy, nem feltétlenül csak egyfajta ilyen nézetrendszer van, ha más nem, legalább valamennyire ütközteti, meg ilyen reflektál rá. Mondjuk persze vannak olyanok, mint a Cato, akik mereven ezt a szabadpiaci libertárius dolgot hozzák, de vannak megint más fajták. Na most ugye a másik, amit meg szoktam nézni, a Brookings Amerikából, szintén egy tök érdekes, elég sokat írnak, és nagyon érdekes, szintén érdekes a Rand Corporation, ami nem az Avengersből van, hanem ez egy ilyen önálló mindenféle ilyen, hát ilyen biztonsági kérdésekkel, stb. Foglalkozó ilyen think tank, megint csak, tehát ilyen, tulajdonképpen ilyen kvázi tanácsadó cég, és ez is alapvetően érdekes lehet. És akkor utána ugye vannak ezek az európai intézmények, ezeknek az európai verziói, ilyen például a CEPS, amit itt láttok, ugye ez a Center for European Policy Solutions, ami megint egy ilyen think tank, és ezeknek egyébként viszonylag mély és jófajta anyagai vannak, tehát ezek azért nem, hát igen, szóval azért viszonylag mélyre tudnak ásni. Nem feltétlenül nagyon-nagyon mélyre, de szerintem annyira mélyre, igen, hogy az átlagember mondjuk megértse azt, ami benne van. Tehát nem egy ilyen tudományos mélység, de azért van benne egyfajta analízis, ami igenis érdekes lehet. Aztán hasonló mondjuk a Európából a Bruegel is, amit én meg szoktam még nézni. És akkor, hogyha megnézzük, akkor ezek után van még egy utolsó kategória, ahonnan mi még adatokat szoktunk szerezni, az pedig mondjuk az ilyen-olyan statisztikák, vagy hát általában, hogy az emberek hogyan érzik magukat, mi érdekes nekik, stb. És mondjuk ebből az egyik ugye az Eurostat, ami az EU-nak az ilyen statisztikai adatbázisa, illetve ügynöksége gyakorlatilag, és de hát ebbe a nemzeti hivatalokból megy az adat, tehát tőlünk is mondjuk a KSH-tól, tehát azért ez annyira jó amennyire, tehát hogy ezt látjuk, de egyébként ettől függetlenül ez hasznos, illetve érdemes megnézni a European Social Survey-t, ami megint csak egy ilyen elég viszonylag fontos, és akkor ez időről időre megjelenik, és akkor ennek mindenféle ilyen adatai vannak gyakorlatilag mindenre nézve, jó? Illetve hát van még egy, ez az OECD-nek az egyik ilyen kiadványa, amit nagyon ajánlok mindenkinek, ez a OECD Better Life Index, itt látjátok, aminél érdemes elmerengeni akár mondjuk Magyarország helyzetén is. Ugye itt gyakorlatilag ez egy olyan index, ami megmutatja, hogy az egyes államok azok hogyan állnak, hogyan nem állnak különböző területeken. Ugye itt látjátok a lakhatás, a jövedelem, az oktatás, a környezetvédelem, az egészségügy, a biztonság, stb. Kérdésében. Tényleg nagyon ajánlom, és akkor ebből csinálva ilyen kumulált ilyen indexet, nagyon ajánlom mindenkinek, mert hogyha ezt megnézitek gyakorlatilag, akkor szerintem elég jó képet kaptok arról, hogy Magyarország mennyire fejlett, mennyire nem, miben fejlett, miben nem fejlett, miben lehetne javítani, miben nem lehetne javítani. Jó?
Tehát körülbelül ennyi, amit el akartam mondani, biztos nekem is még ezután fog eszembe jutni mindenféle, tehát hogy jó, azt kifelejtettem, azt még el kellett volna nekik mondani, vagy ezt még el kellett volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk.